Szám szerint 35 érmet nyertek versenyzőink a hétvégi Egerben rendezett uszonyos és búvárúszó világkupán. A hat állomásból álló sorozat első erőpróbájáról dr. Nyíri Ivánnal, a Magyar Búvár Szakszövetség elnökével és két aranyérmesével, Székely Lillával, uszonyos úszóval, valamint Kosina Gergő, uszonyos gyorsúszóval beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Gratulálok! Hát úgy látom, elnök úr, hogy azért kezdem önnel, mert ön a visszaköszönő arc, ha szabad így fogalmazni. Ez azt jelenti, hogy tele van a sporták tehetséges a fiatallal, mindig tud bajnokokat hozni ide a stúdióba. Legutóbb ugye a tavalyi világbajnokság sikereit követően beszélgettünk. Hát akkor is egy hasonló sikeres világbajnokság után voltunk, mint most ez a világkupa futam. Hát úgy látom, hogy ez most már gyakorlatilag egy jobb, hogyha hozzászokunk ahhoz, ugye? Hogyha az önök szakágáról van szó, akkor azért tarolnak a mieink. Igen, nagyon jól sikerült a hétvégi verseny. Úgy tűnik, hogy az aranyérmek 25%-át a mi klubjaink hozták el. Ez nagyon nagy eredmény. Talán az doppingolta nagyon a fiatalokat, hogy ez már kvalifikációs verseny a jövő évi világjátékokra. Uh-huh. Tehát akkor tulajdonképpen ez már egy ilyen előfejezet. Azért azt tisztázzuk, mert ugye sportága válogatja, hogy egy világkupa sorozatnak mondjuk az egyik állomása az, hogy a szakmán belül mennyire számít értékes dolognak. Csak azért kérdezem, mert nyilván az ember tudja, hogy egy világbajnokság, egy Európa-bajnokság, annak körülbelül mi az értéke. De sportága válogatja, és vannak olyan sportág, ahol kifejezetten a világkupák, ahol például az atléták összpontosítanak, ugye vannak ezek a nagy sorozatok, akár a Diamond League, akár bármi más, és aztán a végén összesít az eredmények alapján avatnak bajnokot. Az önök sportágában hogy van ez a világkupáknak? Mennyire van jelentősége a szakma szempontjából? Világkupája válogatja. Azt kell mondanom, hogy az évadoknak az első világkupája az Magyarországon rendeződik. Ennek nagy jelentősége van. És hát ahogy mondtam, annál is inkább, mivel jövőre Kolumbiában rendezik a világjátékokat, és hát az uszonyos és búvárúszás az egyik kiváló sportág, ami szerepel a világjátékok műsorszámában, úgyhogy ez is jelentőséget adott ennek a világkupának. Hát forduljak most egy picit a fiatalokhoz, hát szívből gratulálok, fantasztikus eredményeket értetek el. Gergő, azért kezdem veled, mert te vagy a fiatalabb, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy talán, ha az ember azt nézi, hogy egyre fiatalabb generáció ér el ilyen világra szóló eredményeket, akkor tényleg elképesztően meghökken. Te magad hogy értékelted ezt? Számítottál-e arra, hogy ezen a világkupán ilyen sikereket érhetsz? Hát számítani számítottam, és nagyon örülök neki, de nem a legjobb formámat nyújtottam. Jó, ez még nem volt a legjobb forma? Nem. Milyen lett volna, ha igazán jó formában vagy? Ez majd a júliusi világbajnokságra kell majd ezt a legjobb formát nyújtanom. Én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy ezért egy versenyzőnek legyen önbizalma, de ezek szerint tudja azért értékelni, hogy mit tud még magából kihozni. Lilla, egy picit azért te már tapasztaltabb vagy életkorodnál fogva. Te hogy érezted a mostani formád így az esztendő elején? Ezt gondolom nálatok szintén a szezon eleje, ugye? Tehát ez majd még csak fokozódni fog. Igen, tehát mi is még a munkának a legelején tartunk, mondhatni. Alapozó edzéseket végeztünk idáig, és épp ezért nekem nagyon pozitív benyomást tettek a hétvégi eredmények, mivel sikerült olyan időket úszni, amiket például tavaly nyáron úsztam. Ez azt mutatja, hogy a felkészülésben igazából előrébb állunk, mint a tavalyi évben. Uh-huh. Tehát nagyon. Tehát, hogy alapozásból sikerült most ilyen eredményeket elérni, akkor az azt jelenti, hogy ez a saját teljesítményeden belül ez egy komoly fejlődés. Igen, mindenféleképpen, főleg azért, mert alapozó edzéseken mindig hosszú távú munkát végzünk, tehát hosszabb távra készülünk még, hogy meglegyen az állóképességünk, és én rövid távon versenyzek, és ezért is volt nagyon jó, hogy ilyen időket sikerült úszni hétvégén. Fantasztikus. Hát nyilván itt az idő az, amihez az ember mindig hasonlítani tud. Egy picit segítsetek nekem megfejteni ennek a műfajnak a sikerét Magyarországon. Tényleg, elnök úrral is ugye beszéljük, hogy özönlenek a jobbnál jobb eredmények, világcsúcsok dőlnek meg, ugye tavaly a világbajnokságon is voltunk ennek szemtanúi magyar részről. Gergő, téged mi vitt erre a sportágra? Jól olvasom, hogy te az Egyesült Államokban születtél? Igen, igen, de nagypapám alapította a Debreceni Búvárklubot, és ez már egy ilyen családi hagyomány, és én vagyok a harmadik generáció, aki űzi ezt a sportot. Aha, értem, tehát akkor nem volt más út gyakorlatilag. Nem volt. Ha tetszett, ha nem. Lehet, hogy éppen a rossz embert kérdezte. Értem, mert akkor ezek szerint ez teljesen egyértelmű volt. Viszont akkor nálad, Lilla? Nálam nincs ilyen dicső múlt. Te vagy a dicső jelen. Igen, és remélem lesz dicső jövő is egyébként. Ebben biztos vagyok, hogy így lesz. Gyöngyösen kezdtem, édesanyám testnevelő tanár, és nagyon sok sportágat ki kellett próbálnom még kiskoromban.
De hogy ez ilyen családi ösztönzés azért volt itt is, csak igen, nem volt konkrét, hogy akkor ez milyen sport. Igen, igen, tehát konkrét nem volt. Nagyon sokáig több párhuzamos sportágat űztem, de volt egy szint, amikor választani kellett, hogy mi az, amit legkomolyabban szeretnék csinálni, és egyértelmű volt számomra, hogy az uszonyos úszást választom, mert egyrészt nagyon jó közösségbe kerültem, másrészt pedig eredmények is voltak. Uh-huh. Jó, akkor most a személyes megközelítésben egy picit most hadd forduljak az elnök úr felé azért, mert hát ugye egyrészt azt tapasztalom valóban, hogy mintha egy egészen jó merítésből, tehát egy nagy létszámú közösségben lehetne a legjobbakat összeválogatni ebben a sportágban, persze kijavít, ha rosszul látom. A másik az az, hogy, és hát azért ennek ebben elérhetetlen érdemei vannak, hogy egy olyan sportról beszélünk, vagy egy olyan sportág sikereiről és a szakágak sikereiről is, amelyben ugye sorra érnek minket sportdiplomáciai elismerések is, majd ezekre is ki fogunk térni. Tehát minek tudható az be, hogy azért egy messze nem annyira dédelgetett műfajt, mint mondjuk a hazai úszósport, nyilván méltán azért a múlt eredményei miatt, de most már jó néhány ideje komoly sikereket felmutató sportágat, amelyet azért még mindig kevesebben ismernek az országban, ezek szerint ilyen sok fiatal választ. Ugye dicsértük a sportolóinkat, de hadd dicsérjem azokat, akik nincsenek jelen. Az elmúlt 10-12 évben valahogy olyan vezetése jött össze a magyar búvársportnak, aminek kisugárzása van a fiatalok felé. Normálisan dolgozunk, béke van, együttműködés van, nincsenek különösebb intrikák, botrányok a szövetségben. Hát ez már egy óriási erény. Hát a magyar sportban meg egyáltalán, globálisan is, egy sportágban, ha ez így működik, azért az vonzó a fiataloknak. Uh-huh. Jó hír megy ki a társadalomba, azt mondják a fiatalok, hogy érdemes oda menni, és érdemes elkezdeni ezt. Ebben a sorozatban egyébként, a versenyeink sorozatában a tavalyévi világbajnokság az nagyon nagy vonzerő volt. Uh-huh. Tehát, hogy jól volt megrendezve, jól úsztak a fiataljaink, sikereket értek el, ennek olyan kisugárzása volt, ami ebben az országban három klub megalakítását eredményezte. Ezt komolyan mondja, hogy igen, a tavalyi világbajnoki sikerek gyakorlatilag egy ekkora merítést tettek lehetővé? Igen. Hát bármelyik sportág ezt elmondhatná magáról, hogy ilyen folytatásra a sikereknek. Igen, és az a tény, hogy online közvetítésben a Hódmezővásárhelyi világbajnokság eljutott 87 országba. Ez azt jelentette, hogy világviszonylatban is nagy vonzerőt gyakorolt a fiatalokra ez. Uh-huh. Ez a tehát országhatáron túllépve is volt ennek ilyen szempontból haszna. Igen. Úgyhogy talán innen táplálkozik a sportágunk sikere, hogy egyrészt béke van, együttműködés van, és a fiatalok között is azért van a válogatottunkban egy olyan együttműködés, olyan jó hangulat, ami kisugárzással bír a többi sportoló felé. Gergő, az ugye egyértelművé vált, ugye, hogy nálad azért a családi hagyományok meghatározták az utadat. Milyen jövőt vizionálsz ebben a sportágban magadnak? Nyilván gondolom vannak a felmenő generációknak eredményei, meg köteleznek téged arra, hogy azért az ember oda tegye magát, de úgy értem a szavaidból, hogy nagyon jól ismered, vagy érzed a képességeidet, hogy mit lakoznak még benned. Hát érzem, mindenki érzi a maga szintjén, és remélem majd, ugye júliusban lesz a junior világbajnokság, és a fő versenyszámomat meg szeretném majd ott nyerni. Uh-huh, értem, tehát akkor ez már egy világbajnoki címet vetíthet előre. Világcsúcsok lakoznak-e ebben? Mert hát azért az sem ritka jelenség így a magyar búvárúszoktól. Hát, hogyha egyéni szintet úszok, akkor meg lesz a világcsúcs is. Ja, értem, tehát akkor gyakorlatilag... Jó, hát ez tiszta sor, ez tiszta beszéd. Lilla, nálad mi a helyzet? Van ebben a műfajban az embernek ideális versenyzői kora, amikor úgy érzi, hogy a zenit felé tart? Tehát ehhez képest hova sorolod magad, meg a saját teljesítményedet pillanatnyilag? Hát én úgy gondolom, hogy mindenki addig űzheti ezt a sportágat, amíg szereti, és tudja is elvégezni azt az edzésmunkát, aminek eredményeképpen a világ élmezőnyébe tud maradni. Most én hosszú távra annyira nem szeretek tervezni, egyelőre 2 év táblatában gondolkodok, mivel 2 év múlva világjátékok lesz. Nekem ez a 3. világjátékom lesz most már. Ez komoly. Úgyhogy ott szeretnék mindenféleképpen javítani még a saját legjobb eredményeimen. Fantasztikus. Elnök úr, még egy rövid mondat elég, azért térjünk ki egyrészt, ha jól tudom, akkor ennek a világeseménynek és a világkupának is volt a Nemzetközi Szövetség oldaláról nézve komoly diplomáciai sikere, illetve a jövőre tekintve, ha jól tudom, akkor önt jelölték ugye a Nemzetközi Szövetség elnöki posztjára, már legalábbis ami ugye a nemzetközi vezetőséget illeti. Ez egy nagyon megtisztelő dolog. Igen, a világkupa alatt Egerben rendezte a világszövetség az elnökségi ülését.
egy nagyon eredményes, de nagyon hosszú elnökségi ülés volt, úgyhogy a versennyel nem is nagyon tudtam foglalkozni. Reggel 9-től este 7-ig tartott. A versenyzők, hál' Istennek, megtették a dolgokat. Így van, úgyhogy én csak másnap értesültem az eredményekről. Sikeres elnökségi ülés volt, hoztunk egy sor olyan döntést, ami a sportág jövője szempontjából nagyon fontos, és hát mindenképpen megtisztelő, hogy egy világkupára a világszövetség teljes elnöksége kivonult, és a megnyitón ott volt, úgyhogy erről fényképek és hanganyagok és filmfelvételek tanúskodnak. Mindenképpen a magyar búvársport számára ez nagyon megtisztelő. És akkor ön ezek szerint részt vesz ebben a nemzetközi megmérettetésben az elnöki posztért, ugye? Igen, igen, jövőre van a választás, és úgy néz ki, hogy indulok az elnöki pozícióért. Sok sikert kívánok akkor ehhez is, és hát természetesen a versenyzőknek is szívből gratulálok. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.